Hajnalban, 6 óra után, pár perccel. Szerda hajnalban mentek a rendőrök Csóka Szűcs Jánosért Dulai otthonába. A férfit azért rabosították, mert megosztotta Hatházi Ákos bejegyzését a kórházi ágyfelszabadítás elleni autós demonstrációról, és hozzáfűzött egy mondatot, ami így szólt. Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat. A rendőrség szerint ezzel a mondattal a Kossuth kör elnöke a veszélyhelyzetben veszélyeztette a védekezés hatékonyságát. Szintén rémhírterjesztés miatt állítottak elő egy szerencsi férfit is. Az ő esetében is azt állapította meg az ügyészség, hogy nem követette rémhírterjesztést. Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Varga Judit így reagált az Egyenes beszédben a két ügyre. Az igazságügyi miniszter úgy fogalmazott, előfordul, hogy a hatóság téved. Természetesen van hiba lehetőség, de mint azt sokszor hangsúlyoztam, az ügyészség azért figyel arra, hogy jogállamban megfelelően tudjunk beminősíteni bűncselekményeket, és itt egyértelműen működött a jogállam, és nem minősült annak. Tehát ez inkább jó volt egy hírnek, de és ilyen előfordul, hiszen a nagyszámok törvényében sajnos az benne van. Gyulán is kiürítettek 1170 ágyat, mint a nem tudom, hogy te a rémhírterjesztési történetekben milyen mértékben akarsz elmerülni, Gábor. Azt kérdezem tőled, ami a te területed, hogy amit a Zoli is említett, és ami azért ma téma Magyarországon, mennyire vagy te személyesen elégedett azzal az adatmennyiséggel, amit egyébként a vírusjárvány kapcsán tudsz, legyen az a kórházakat illetően, legyen az a betegeket illetően, legyen az a teszteket illetően, tehát mindazt illetően, ami alapján te reális képet tudnál alkotni. Hát egyrészt adatokkal engem könnyű kielégíteni. Másrészt pedig hiányosak az adatok. Azok a környezetemben, azok, akik értenek hozzá, azok hiányolnak egy csomó adatot, amihez nem jutnak hozzá. De ezt önmagában nem tartom borzalmasnak, hogy hiányoznak adatok. Azoknak, akiknek döntési lehetőségük, beleszólási lehetőségük, vagy hozzáértésük van, azok azt gondolom hozzáférnek talán az adatokhoz. És ez elég? Hát, te mit kezdenél több adattal? Hát én nem biztos, de aki én is. Hozzá... De hát én sem vagyok statisztikus, meg... Azért vázlatosan azt láttam, hogy azok az adatok, amik publikusak, azok elégségesek. Jó, annak a megítelésére. Müller Cecília is csak némi követelésre teljesítette azt, hogy megyei bontásban lehessen látni. Igen, hát ugye ennek egy politikai jelentősége van, mert ugye a Budapestnek a kivételezettségét nem támasztja alá az, hogy most a járvány éppen fölfelé menőben van Zalában. Mert ott a... Akkor már manipulált a történet. Hát minden manipulált, de... Nem lényegi. De ennek abban a kontextusban van jelentősége, hogy a járványügyi intézkedéseket is, és az arról való kommunikációt is alárendelik a politikai megfontolás. Talán inkább csak használják. Alárendelik. A kommunikációt igen. Jó, de az elmúlt 35 évben még nem hallottunk olyanról szerintem, hogy és akkor hajnalban jönnek a rendőrök, és előhúznak valakit a nyakánál fogva, és elhúzik. Arra ugye, de a Bányai Gábort ugyanígy vitték el, viccesz már velem, amikor annak idején. Rémhírteljesztés? Nem rémhírteljesztés, hogy elvitték. Én most arról beszélek, kedves műsorvezető társam, mármint, hogy kolléga. Igen? Úr, hogy nem volt olyan, hogy rémhírterjesztésért, azért, mert valaki adatot szolgáltatott ki, és ez a rémhír tárgya, elviszik reggel a feleségem elől. Tehát rémhírterjesztés azon volt olyan jogszabályi része, mint ami most született? Szerintem alapvetően nem volt szükség erre az új bűncselekményre. Rá. Erről van szó? Hogy ugye létezett rémhírterjesztési jog. Oké, de... Nem oké, hát pontosan az a dolog lényeg, hogy nem oké. És a nem okénak a következménye az, hogy elviszik, a kérdés pedig az, miközben én mélységesen tisztelem az igazságügyi miniszter asszonyt, hogyha kivonjuk, türelem Zoli, azért hadd fejezem be, ha kivonjuk az ügyészségnek a döntését a rendőrség eljárásából, akkor vajon nullát kapunk-e? És mondhatja azt az igazságügyi miniszter, hogy csak az nem téved, aki nem dolgozik? Hát nem mondhatja. Hát ez a kérdés, akkor meg hadd fejezem be. Mondjad. A rémhírterjesztés ez létezik, a más jogrendekben is létezik, ilyen van. Ugye annak, ha amennyire én tudom, te segíts nekem, hogy az egy helyhez kötött történet, ahol valami szerencsétlenség van, és ott te a tényállásban valami valótlant vagy ferdét állítasz, akkor rémhírterjesztő vagy, és ezt a nyugalmat védik a törvények mindenütt. Most azzal terjesztették ki, hogy ez nem
helyhez kötődik, tehát nem ott, ahol a balhé van, hanem az egész ország területén. Tehát te nem mondhatod büntetlenül azt, hogy Zalában, az öreg otthonokban hullanak az emberek, ha nem hullanak. Vagy ha nem annyira hullanak, vagy mit tudom én. Jó, itt egy politikai pártnak a tagja volt az egyik, akit elvittek, szerintem ez erősen játszik ebben a dologban. A másik pedig az, hogy életemben először pozitív színben találtam feltüntetve lenni az ügyészséget, hogy hopp, az ügyészség azt mondta, hogy nem cimborák, engedjétek ki. Az a kérdés, hogy amit Zoli mondta, hogy nem nulla, szerintem se nulla. Egyáltalán nulla. Rabosították, még mindig ott tartják az eszközét. Amit a Kati mond, abban igaza van, csak ugye, egy másik tétel, hogy ugye Dajs Tamás is arról beszél, hogy a Lomnicit is felnyomta a Vadai, csak azzal az óriási különbséggel, hogy őt nem vitték el. Tehát azért ez a történet azért más. És az, hogy erre a közvélemény figyelmét felhívta az ellenzéki sajtó függetlattól, hogy az úri pártsajtó mit csinált ezzel, azért ez iránt nagyon érzékenységet is lehet mutatni, mert ez a szabadságjogokhoz tartozik, és nem az ellenzékiekhez. Igen, itt azért egy valamit csak nagyon nézegetek ki az órára, hogy belekezdjek valamiben, amit nem fogunk tudni befejezni. Én azt azért mindenképpen javaslom meggondolásra egy picit, hogy mikor láttuk vajon az igazságügyminisztert utoljára az egyenes beszédben. Tehát itt azért történnek olyan dolgok, amik korábban nem történtek, és azt gondolom, hogy senki nem gondolja, hogy ami történik, az jellemzően véletlenül történik. Én azért nem is nagyon sikoltoztam a rémhírterjesztés bűncselekmény tényállása miatt, ahogy a puccstörvény miatt viszont igen. Mert egyrészt számomra teljesen nyilvánvaló volt, és ezt más jogászok is, kormánykritikus jogászok is megerősítették, hogy ezt azért semmilyen módon nem fogják tudni a gyakorlatban alkalmazni. Ezt halkan jegyzem meg, kormánypárti jogászok is leírták, elmondták már akkor is. Tehát tök nyilvánvaló volt, hogy ezt nem akarják alkalmazni igazából. Berángatnak egy-két ember, bocsánat a leegyszerűsítő megfogalmazásért, majd amikor annak rendje és módja szerint el kell őket engedni, és nem történik semmi, az igazságügyminiszter be fog menni az egyenes beszédbe, meg még nagyon sok más helyre, és el fogja mondani, hogy nincs itt sem baj a jogállamisággal. Nincs itt sem baj a jogállamisággal. De van itt egy pozitív eredmény kétségtelen, az, hogy bement az igazságügyi miniszter az egyenes beszédbe. De akkor ment be, amikor ő akart, és amikor politikailag neki volt előnyös, nem akkor, amikor a sajtó kérdezni akart. Politikailag előnyös azért nem. Persze, el kell mondani, hogy tombol a jogállamiság. Ez ki van kalkulálva, ez ki van számolva? Nézőpont kérdése, ki milyen következtetés volt le, Varga miniszter asszony itteni jelenleg. Bocsánat, európai parlamenti vita van, hogy van-e jogállamiság, és tessék, itt van, teljesen függetlenül az ügyészség elengedi a rendőri túlkapás miatt véletlenül berángatott, egyébként politikailag amúgy is gyanús aktivistát. Ez a sztori, ez meg van írva. Azért vitték be, hogy elengedhessék. Hát nem, hát az a rendőrség is függetlenül működik, az ügyészség is függetlenül működik, van hiba. Ne, van azért ennek egy. Ugye ez egyfajta generális prevenció. Tehát az, hogy van egy ilyen eset, meg még egy eset, meg egy harmadik eset, ez azért a jogilag kevésbé kiművelt emberfők számára mégiscsak azt üzeni, hogy kellemetlenséged lesz, abból gondold meg, hogy mi a bánatot írsz a közösségi oldalakon, mert bármikor oda mehet hajnalban hozzád a rendőrség, és elvihetnek, és elveszik a cuccodat, és aztán majd vagy visszakapod, vagy azért van nem. Igaz a Zolinak, mert az például, a hogy a rendőrség tévedett, hogy abból adódóan a rendőrség tévedésének, Pintér úr, van egy személyi konzekvenciája, azt legyen szíves ön itt, vagy Róna Jegonnak, vagy másnak, aki épp az egyenes beszédet vezeti, elmondani. És bocsánat, van még egy lényeges összefüggése ennek az egész történetnek, ez a házmester tempó, mert az nem úgy történik, hogy a rendőrkapitány ül a Facebook arra van monitoring, arra a rendőrségnek most van monitoring csoportja. És azt olvassa. De nem, az egy monitoring csoport. Több hetes késéssel jártak el a rendőrök, az egyik egy április 20-ai, a másik egy 28-ai történet volt. De minden esetre ennek én nem ragaszkodom mindig személyi konzekvenciához, de azon kívül, hogy a miniszterasszony elnézést kért, hát tudja, akkor jöjjenek el a többiek, és ők is kérjenek elnézést, és akkor Latman elégedett, nem, akkor a rangos elégedett lesz, a Latman elégedetlen lesz, és akkor előbb-utóbb azért majd növekedni fog az elégedettség. Lépésről lépésre haladunk. Hát így, és egyéb közhelyekkel fogjuk befejezni a mai műsort, amely egyébként lényegét tekintve szerintem tök jó volt, és köszönöm még egyszer, hogy elvállaltátok, hogy eljöttetek. Hétfőtől Isten ments, hogy otthon maradjanak. Viszontlátásra!